Sokkalom, jó napot kívánok, szervusztok, Rottyis Gábor vagyok, a Gábor Hentes. A mostani részben az otthoni hústárolásról szeretnék adni tippeket. Ebben a témában kapom a legtöbb kérdést, hogy otthon hogyan tárolják a húst. A legfontosabb, hogyha elmenek vásárolni, mindig a húsos, a hentes legyen az utolsó, mert a hús egy nagyon romlékony dolog. Vagy, hogyha autóval mennek vásárolni, vigyenek magukkal egy hűtőtáskát jégakúval, és ebbe rakják be a húst. Általában kétféle csomagolásban szoktuk megkapni, vagy papírba csomagolják, vagy nejlomba. Hazamentünk, a húst átnézzük, meg kell nézni, hogy a húson nincs-e valami szennyeződés, netán papírdarab vagy valami. Ha netán van, ezeket eltávolítjuk. Valaki szokta kérdezni, hogy lemossuk-e a húst. Nem kell lemosni, ha valaki annyira szeretné lemosogatni, akkor felhasználás előtt, tehát amikor már sütni fogja. A húst utána belerakjuk egy lezárható edénybe, légmentesen zárható edénybe, és így rakjuk bele a hűtőbe. Vagy ha nincs ilyen edény, akkor pedig egy nylon zacskóba egy-két napnál tovább ne tároljuk. Ha a húst mégis egy-két napon belül nem használtuk fel, akkor még mindig lefagyasztatjuk. Lefagyasztatjuk egészben, lefagyasztatjuk konyhakészen, fűszerezve is, de mindenképp címkézzük fel, és 3 hónapon belül használjuk el. Ha pedig ki szeretnénk olvasztani a húst, azt is megtehetjük kétféle módon, vagy kirakjuk a konyhapultra egy tányérba, és kiolvad, vagy a hűtőbe egy éjszakán át egy tányérba belerakva a fagyott húst, szép lassan kienged. Nagyon fontos, hogy ne forró víz alatt olvasszuk ki, mert nem tesz jót a húsnak. Ha pedig kiolvadt a hús, mindenképp használjuk fel, azt visszafagyasztani már tilos. Ezek voltak a legfontosabb tanácsaim a hús tárolásáról. Köszönöm a figyelmet, ne feledjétek húst a húsboltból. Sziasztok!